Sziasztok, ez itt a Bögre legújabb adása, és végre hosszú-hosszú várakozás után eljutottunk oda, hogy be tudom nektek mutatni a Mandate of Heaven DLC-t, és rögtön egy kis csillaggal kezdem, ugyanis ez félig hazugság. Fogalmazunk úgy, hogy egy részét, ugyanis a Mandate of Heaven igazából patch és DLC, ahogy ezt megszokhattuk a Paradoxtól, viszont nem ez a probléma vele, hanem az, hogy más vonalak mentén is két részre osztható, méghozzá vannak új játékmechanikák a Közel-Keleten, nem, a Távol-Keleten, Kína és Japán kapott új játékmechanikákat, innen a cím is, a Mandate of Heaven. Viszont úgy gondolom, hogy a legjobb lenne, hogyha ezekről ugyanúgy külön videóban beszélnénk, ahogy külön videóban beszélünk majd a vallásokról, a német-római birodalomról, stb. Szóval az egyedi játékmechanikákról. Viszont a patch hozott, illetve a DLC hozott nekünk olyan új részeket, vagy olyan új dolgokat, amik mindenkire egységesen vonatkoznak, és bármilyen országgal kezded el a játékot, találkozni fogsz vele. Mégpedig három ilyen dologról szeretnék beszélni. Egyébként a patch nagyon-nagyon sok apróságot hozott, természetesen, mint ahogy ez szokás szerint szokott lenni. De a három dolog, ami igazából kettő vagy négy, attól függ, hogy számoljuk, ezek az új a korok rendszere, hogy most már ez a 380 év, kb. Amit játszunk, ez fel van osztva négy korra. Ez egyik, a másik a Devastation és Prosperity rendszer, azaz hát a lepusztulás és a jólét rendszere, és végső soron pedig maga a Splendor, ami igazából a korokhoz köthető, tehát ezért is mondtam, hogy kettő és négy is, mert a Splendor, azaz a dicsőség, nagyon tág vagy szabad fordításban, az a korokhoz köthető, együtt kéz a kézben jár a dolog, míg a lepusztulás és a jólét pedig ugyanannak az érmének a két oldala. Ennek érdekében el is kezdtem egy játékot Muszkovival, és amint látjátok, rögtön be is támadtam Novgorodot, mert egyrészt, hogy teljen az idő, másrészt, hogy bemutassam nektek, de alacsonyan vagyunk manpowerben, ez jól elfogyott. Szóval másrészt, hogy bemutassam nektek, hogy kis idő elteltével ugye nulláról kezd el kattogni felfelé mindenfajta dolog, mikor indítjuk a játékot, ezek is. Hogy már kicsit benne legyenek a haladásban, a fejlődésben. Kezdjük a korok rendszerével. Ez itt az új gomb, ami segít nekünk ebben, és nagyon-nagyon tetszik. Nekem nagyon elnyert a tetszésemet, ez az egész. Jól is van elhelyezve, jól is van megdizájnolva, és ha rákattintunk, akkor már is kiadja az, ami minket igazából érdekel. Mik ezek a korok? A játék négy korra van osztva, és megvan mindegyiknek, hogy minek hatására indul be a következő kor. Általában egy kor, mivel négy részre van osztva, négy egyenlő részre, általában úgy 95 évig tart. Például mi most az Age of Discovery-ben kezdünk. Ez pontosan addig fog tartani, amíg nem jön a reformáció kora, és az pedig akkor történik meg, amint megjelenik a protestantizmus, elindul egy 120 hónapos, azaz 10 éves visszaszámlálás, és amint az lejár, véget ér a reformáció kora, és jön a... Nem, bocsánat, véget ér a felfedezés kora, és jön a reformáció kora. Mik ezek a... itt ezek a dolgok? Kezdjük úgy, hogy be is hozom akkor az egyik új mechanikát, ez a ragyogás, a Splendor, a ragyogás szörnyű szó, szörnyű magyarosítás, én úgy mondanám inkább, hogy dicsőség. Dicsőséget gyűjtünk. Alapvetően ezt csak gyűjteni lehet, kapni lehet, és minden ország kap havonta egyet. És ez nagyon-nagyon növelhető. Méghozzá úgy, hogy itt láttatok 8 objektívát, minden egyes objektíva teljesítéséért havi plusz egy splendor, avagy dicsőség jár. Tehát nagyon könnyen belátható, hogyha mondjuk 3-at teljesítünk, akkor már havi 4 splendorunk lesz, ami 4-szer annyi, mint egy olyan országnak, ami egyet sem teljesít. Mire, mikre gondolok itt?
ezek amúgy, ezek a küldetések, mini küldetések, mini achievementek, ezek kicsit Európa központúak, de azért gondolom, hogy ellensúlyozza azt, hogy amúgy a DLC-nek egy jó része pedig keleti központú, de azért nagy részük megszerezhető akárhol játszva. Például van egy ilyen nekünk, hogy fedez fel Amerikát. Tiszta sor, ki kell küldeni a felfedezőket, és amikor megvan, akkor kapunk, már is teljesítve lesz, jön be a havi 1 plusz Splendor. Vagy, ami tényleg mindenkinek, bárhol indul elérhető, hogy alázd meg egy ellenséget. Ugye ez a humiliate, ez a megalázás háborús indok, amiről beszéltem már párszor. Ezt is nagyon könnyű bezsákolni. De vannak elég érdekesek, például legyen egyszer 3 trón a birtokodban, tehát 2 másik országgal vezess personál uniót, ami már azért trükkös. De érdemes ezekre rámenni, mert hogy amint ezekből kigyűlik 800, választhatunk ezek közül a bónuszok közül itt. Amint látjátok, van nekünk a pirosak, és vannak nekünk a szürkék. A pirosak azok, amik mindenki számára elérhetőek, de per pillanat nem rendelkezünk annyi ponttal, hogy megvegyük a játék közlés velünk. 800 pont kell hozzá, nekünk van 22, könnyen belátható, hogyha havi egyet kapunk. Akkor valahol 6 és 12 év között, fogalmam sincs, kioldhatunk egyet, és minél többet, minél, igazából ez idő. Tehát, hogy azért, hogyha nem nagyon sietünk ezekkel a dolgokkal itt megszerezni, akkor is mondjuk a 4-ből, vagy 8-ból ki tudunk 5-öt állokolni tudunk ilyen különleges bónuszt, de hogy nem mindegy, hogy mikor. Tehát például van egy ilyen bónusz, hogy Improved War Taxes, hogyha ezt aktiváljuk, akkor ugye ismeritek is, ezt itt, már beszéltünk róla, hogy ha háborúban vagyunk, akkor felvehetünk, ezek a gombok egyébként is megújultak, felvehetünk ilyen háborús, illetve bevezethetjük a háborús adót, ez nekünk 50 military pontba kerül. Amennyiben azonban megvásároljuk ezt, nem, ezt, akkor ez pontosan nullába fog kerülni, ami hihetetlen OP, mert szerintem nerfölni is fogják előbb-utóbb, mert hogy gyakorlatilag ingyen kapunk pénzt. Ingyen sokkal-sokkal könnyebb lesz fenntartani a hadsereget. Vagy ez abban segít, hogy kicsit kevésbé növekedjen az agresszív terjeszkedés. Ez pedig a kolonizációt segíti elő. Úgyhogy vannak itt nagyon jók. És minden korban, ugye ez koronként változik, újak jönnek be, általában azért követi azt, hogy mennyire fejlődik az ember. Ez, én is mindenkorban van 4, ami ország specifikus. Tehát itt például van egy, ami az ottománoknak elérhető csak, a portugáloknak, a dánoknak és a velenceieknek. Ez mindig attól függ, hogy abban a korban történelmileg melyik ország volt kiemelkedően erős, vagy kiemelkedően nagyon jól teljesítő. Mit lehet még erről elmondani? A pontok, amiket gyűjtöttünk, azok minden új korban lenullázódnak, ahogy ezek a bónuszok is eltűnnek. Tehát, ahogyha ezt megvesszük, akkor pontosan a reformáció koráig élvezhetjük, és nem tovább. Ami szerintem egy érdekes dinamikát ad a játéknak. Szóval, ezek voltak a korok és a Splendor mechanika, és lássuk magát a másik nagy újítást, ehhez pedig közelebb kell kicsit mennünk. Méghozzá, mondjuk, ilyen közel. Ugye vannak nekünk területeink, ezekről már azért esett egy-két szó. A területek most kiemelkedő szerepet is kapnak, hiszen, ha rámegyek ide, hoppá, most tegyük úgy, hogy most mentem rá először, akkor most már itt 2 fül van. Ez pont nem jó példa, de itt mindig sikült jóra kattintanom. Vologda, tessék! Ez itt jelzi, hogy a Vologda tartományon vagyunk, ami Belozero része. A Belozero terület része. És ha ide átkattintunk, akkor találkozunk egy teljesen új részével az interfésznek. Ez pedig az, hogy mégis kicsit jobban átlássuk. De nem csak az, hogy jobban átlássuk, hogy működnek ezek a területek, hanem most már a területek adnak nekünk
illetve lehetőség van arra, hogy kicsit jobban teljesítsenek. Méghozzá úgy, ez a prosperity mechanizmus kapcsán, ami a jólét. Ez könnyű volt lefordítani, nem úgy, mint a devastation, ami meg egy kínszenvedés és szörnyű a fordítás, amit találtam rá. Mindegy. Tehát, jólét. Az uralkodónk szintjétől függően látjátok, hogy összeadódik. Minden egyes, az uralkodó minden egyes monarch pontja 5%-ot jelent. Ahhoz, hogy mennyivel fog ez felkattogni. Amint látjátok, 7% esély van, hogy... Nem, bocsánat. 30% esély van arra, hogy hogy egyel növekszik a prosperity. Azaz a jólét. Jelenleg 7%-on áll. Hogyha ez eléri a 100%-ot, akkor olcsóbb lesz azon a területen fejleszteni. Az autonómia is csökken, és kicsit jobb lesz a termelékenység. Viszont, amennyiben ezt a provinciát valaki lootolja, mint mondjuk Novgorod esetében, akkor ez visszaesik. Sőt, elkezd növekedni egy úgynevezett devastation. Ha az adott területen bármelyik tartományban van devastation, ami leharcolás, letarolás, valahogy így lehet nevezni, tehát a lootol, ugye minden öt lévő egység lootol, és amennyiben, és a minden loot során növekszik a devastation, már 11%-on áll, míg itt mondjuk csak 0,5%-on. Tehát amennyiben van devastation, nem növekszik a prosperity, sőt csökken. Úgyhogy itt most már nagyon figyelni kell arra, hogy mégis mennyire, hogy ne engedjük az ellenséget a területünkre, mert az fáj. Tehát, hogyha van devastation, akkor az növeli az unrestet, lassabban terjednek a fejlesztések, kevesebbet fog termelni maga a terület, lassabban lesz a mozgás, stb. Stb. Tehát... Eléggé durván tudja negatívan befolyásolni. És hogyha most ide jövök, van egy úgy devastation térképmód, amit látjátok is, hogy mely területeket ért mostanában ez a dolog. Tehát, ha háborúban lootolják a területet, azaz kifosztják, akkor gyengül minden értelemben az egész terület, hogyha a provinciát kifosztják. Ellenkező esetben azonban jólét következhet be, és a jólét az pedig magával hoz egy csomó fejlődési lehetőséget. De még van valami, amiről beszélnünk kell itt ebben a területi nézetben, míg pedig a edictumok. Igen, nem vagyok jó ezekben a magyar kifejezésekben, és ezt nem néztem utána. Sajnos be kell, hogy lássam, ezt sajnos elmulasztottam utána nézni, mit jelentenek. De amúgy megvan, na mindegy. Ezek az egész területre vonatkozva kérhetünk valamilyen kis buffot. Látjátok, ilyen van, hogy kicsit jobban terjedjenek ezek az intézmények, ami a technológiához kötött, vagy pedig több legyen a tartalékos, növekedjen a tartalékos létszám, jobban lehessen védeni a területet, vagy jobb legyen a kereskedelmi erő azon a bizonyos, az egész területen. Amennyiben ezt aktiváljuk, mondjuk én most szeretnék is manpower-t kapni, akkor a fenntartása növekedni fog. A játék azt mondja, hogy duplázódni fog, de ez igazából nem igaz. Nem is duplázódni, háromszorozódni. Tehát a 200%-kal növekszik. Ezt megcsinálom, és 0,28 most a fenntartás. Most pedig 0,85, cserébe viszont 25%-kal több manpower-t ad nekünk. Érdemes ezzel játszani, viszont ezt most nem tudjuk 5 évig megváltoztatni. Nem. Egy évig nem tudjuk megváltoztatni. Igen. Tehát például mindig nagyon érdemes a trade power-t növelni a fővárosunknál lévőben, a fővárosunk területén. Ezt meg is csinálom így. Úgyni, nagyszerű, szuper.
Ez volt tehát akkor a Prosperity és a Devastation mechanika. És még térjünk egy pillanatra vissza ide, mert itt van egy nagy gomb, amiről hajlamos voltam elfeledkezni. Ez pedig a Golden Era. Amennyiben az adott korban teljesítettünk 3 célkitűzést, elindíthatjuk az hát arany időszakot, tehát ez egy ilyen nagyon jó időszakát a mi birodalmunknak, ami 50 évig fog tartani, látjátok, hogy az a hadsereg és a flotta is kap plusz 10 morált, és minden, ami uralkodói pontba kerül, 10%-kal olcsóbb lesz, és még jobban is termelünk, és az abszolutizmus is növekszik, amiről még mindjárt beszélek egy pillanat. Ez 50 évig fog tartani, de egyetlen egyszer lehet aktiválni az egész játék alatt. Tehát ez nem korokhoz kötött, ezt egyszer aktiválod és kész. Egész jó kis dolog. Tehát ez is egy újabb mélységet ad a stratégiai részének, hogy mégis ki mikor aktiválja, amúgy érdemes minél hamarabb nyilvánvalóan. Mert hogy mikor mi kicsik vagyunk, akkor sokkal többet számítanak ezek az apró dolgok, amivel éppen hogy felül tudunk kerekedni az ellenségem. És mi ez az abszolutizmus? Az abszolutizmus egy olyan játékmechanika, amiről nem tudok sokat. Igen, sajnos még a patch-el, miután megjelent az új patch és a DLC, Angliával játszom, és csak így egy próba gyanánt, és még nem jutottam el oda, hogy legyen értelme. Angliával adásul baromi nehéz az abszolutizmust úgy megcsinálni, tehát hogy így elkezdeni, mert hogy Anglia. És az abszolutizmus ugye arról szól, hogy magához ragadja a lehető legtöbb hatalmat az uralkodó, míg Anglia egy parlamentáris monarchia, tehát azért ott a hatalmi ágak kicsit szétoszlanak. De az abszolutizmus az egy olyan dolog, ami a játékban minél magasabb, annál jobb. Növeli a disziplinát, és tehát hogy a fegyelmet a hadseregben, és olcsóbban tudunk például magvasítani területeket, vagy fejleszteni szintén területeket. Igen, itt mutatja, és a Grand Principality, mint államforma nekünk plusz 5 abszolutizmussal jár. Nem tudom, hogy az abszolutizmus az változhat-e, illetve hogy változik, de majd lesz olyan rész, amikor erre kitérünk, vagy pedig majd magában a játékban, amikor majd rendesen toljuk. Egyébként a DLC ezek mellett számos újdonságot hozott, így ezt a videót így is fejezem be. Erről majd lesz szó a Ming és a japános résznél. Röviden annyi, hogy a Mingek, tehát Kína, kapott egy saját mechanikát, ami nagyon hasonló a német-római birodalom mechanikájához, amiről szintén nem beszéltem még. Illetve a konfucianizmus és a sintoizmus, mint vallások kaptak saját játékmechanikát, ami tök jó, mert eddig totál nem volt nekik. Egyébként Moszkva ortodox, itt látjátok az ortodox játékmechanikát, ezekről nem sokára most már tényleg szót ejtek a kereszténységről, mert az ortodox az egy keresztény vallás. Igen, apróság, eltűnnek a protektorátusok, nem is tudom, beszéltem róluk, ha nem, akkor nem is fogok, régebben volt egy ilyen, és most már, hogy nincsen protektorátus, tudunk a vazallusainktól területet kérni. Ez régen csak a protektorátustól lehet, de most azt mondom neki például a Pearlnek, hogy azt a view, az nekem nagyon tetszik, ad ide. És 15%-kal növekszik a Liberty zárója, azaz, hogy mennyire akarnak elszakadni tőlünk, és így 35 lesz, ami nem sok. Úgyhogy ezzel meg is szereztük Ustviumot. És nem tudjuk megvasítani valamilyen oknál fogva. Hát ez roppant érdekes. És most? Ja, persze, mert Novgorodnak van rá magva. Oké, akkor értem, tehát hogyha kibékülünk velük, mondjuk egy ilyen frankó békét kötünk. Na, tegedem, de nem kell ez. Legyen újra szép, hogy is hívják ezt? Leningrád! Igen.
Leningrád újra Muszkovita föld lesz. És ha meg is van, ez egy szörnyű béke. Engem rá se nézek. Mert hogy nem tudunk magasítani egy csomó területet, de Ust-Vimot pont tudjuk így. Tehát most már át tudunk venni tőle területet. A vazallustól nyilván ez nem fog neki tetszeni, de nyilván minket ez egy bizonyos szintig nem túlságosan érdekel. Lehetőség van arra, hogy csődöt, államcsődöt jelentsünk. Nem érdemes, de azért elképzelhető, hogy hasznos lehet így vagy úgy, ekkor vagy akkor, azt csökkentsük le, mert miért ne. Itt kicsit változott a felület, tehát most már kicsit próbálták rendezni, hogy jobban átlátható legyen, zárójelben megjegyzem, szerintem nem sikerült, de lejjük rajta. Megpróbálták. És még vannak itt új területek, Japán kapott új provinciákat, tehát tovább szabdalták a meglévőket, és Észak-Kína is. Nos, azt hiszem ennyi volt mára. Nagyrészt szerintem mindent átbeszéltünk, és mondom, amiről nem esett szó, ez vagy azért nem, mert olyan apró, hogy majd inkább játék közben fogjuk megmutatni, vagy fog felmerülni egyáltalán, vagy pedig egy egészen speciális, mint az új japán játék mechanikák. És tökszor, hogy békét kötöttem, mert nem tudom megmutatni még egyet. Tényleg már nagyon utószó, de most már ugye van egy ilyen, hogy amikor ostromlunk, akkor az nekünk tök jó, hogyha áttörik a fal. De ez egy eddig random dolog volt. Most már 25 military powerért, tehát military pontért, hadsereg pontért cserébe garantáltan tudunk magunknak szerezni fal rombolást. És ez már amikor nagyon frusztrálva válik egy ostrom, akkor hasznos. Tehát akkor azért én már volt, hogy használtam, és örültem neki, hogy nem kell ott ülni még, és szívni a Bécs alatt, vagy nem is tudom. Kit foglaltam el? Na, mindegy is. Köszönöm a figyelmet, ennyi volt mára, és szombaton visszatérek. Nem hiszem, hogy Ákos jönne, bár érdekes meglepetés lenne. És akkor szerintem megnézzük magunknak a katolicizmust. Szó lesz a római katolikusságról, az ortodox hitről, és a reformációról. Mit szóltok hozzá? Nekem nagyon tetszik az ötlet, és a koptokról, a koptokat nem szabad elfelejteni, mert ők itt vannak, és ők is egy keresztény vallású nép. Nem, a koptok nem nép. Mindegy, köszönöm a figyelmet, és akkor szombaton újra találkozunk. Sziasztok!